Peti. Állomás, üdvözlök mindenkit. Szilvás Váradba fogok menni. Most itt ülök már az Agrián. Egerbe átszállunk a Szilvás Váradi vézére. És holnap majd van a bejárás lesz. Mert korán reggel indulunk, ezért Szilvás Váradi szállással oldjuk meg. Várjuk az indulást itt a Pörtön. Ahogy látjátok, 12.48-kor megérkezünk a gárra, és nagyjából rögtön lesz is egy béze, ahol mehetünk tovább. És már szerintem a 60 rendező miatt lassítunk. És itt van a 82-es. Szolnok felől. Szóval mindjárt beérünk 60-ra. Hát vagyis hát akkor gyorsan korrigáljunk is egyet, mert ez a 82-es vonat, az előbb mutattam, az csak a Delta volt. De valójában azt a vonatok ezen közlekednek. És itt a következő az egyébként, az is egy terve lévő bejárás majd, hogy van ott Boldogfalu környékén egy megszűnt megállóhely, ahol egy kőbánya is volt régen, aminek még a villamosított rakodója is. Hát nem tudom, megvan-e még most, de hát egy olyan 10 évvel ezelőtt még meg volt, amikor utoljára erre jártam. Lehetett szakire. És akkor hallgatjátok a gépi útonot, be is mondta, hogy 60-ban érkeztünk. És ezzel a fölöttel meg is érkeztünk Szilvásváradra, ami mindjárt érkezik a BZ, amivel tovább tudunk menni. Szilvásvárad, Szalajka völgy, megérkeztünk. De majd holnap megyünk onnan bejárni, akkor már teljes létszámban itt leszünk. Akkor jöhet a Room Tour videó. Itt vagyunk már Gabriel a vendégház, Tamás meg Dávid, és itt van majdnem teljes a létszám, hogy Dávidra várunk. Aki lekéste a vonatot, és majd jön a következővel. Nézzük meg két szoba. Ja, itt lesz a két ágy, mondom egyiket. Kétszer két ágy a szobánk van, és ez a kilátás innen. Van légkondi, de bár arra most nem lesz szükség. Szerintem a tévére se. Akkor nézzük meg a fürdőszoba. WC-vel. És vagyunk, hát ez ennyi. Van zuhanyzó, tökéletes, ennél több nem is kell. Van hűtőszekrény, meg a belevaló. Védőitalom. Igen, a belevaló, a védőital. 3 liter sör tüskével. Poharak, szekrény. Indukciós főzőlap, a Senko. Pip. Menü. Igen. És itt a másik szoba. És itt is van egy hűtő. Másik szobában de saját hűtő. Tamásnak meg Matyinak van egy saját hűtője. Tehát ugyanaz. Az ával a berendezés. Meg van egy erkély, majd mindjárt még azt is megnézem. Hova van kilátás? Még a sinek fele nincsen. Na meg itt van egy ajtó, ami ki tudja hol vezet. Ez az átjáró Narniába biztos, hogy... Januárban. Na, és akkor ez a kilátás. Hát az utcára. És itt vagyunk a teraszon. Hát sok érdekesség itt nincsen az erkélyen, de hát ez lenne a dohányzó plasz, de egyikünk se dohányzik. Úgyhogy ez nem lesz beüzemelve. Na, és ott a vonat. Szépen meg. Ott a vonat. Minden második kocsi rakott, és nincsen mozdony. És itt vagyunk most. The next day. Na itt vagyunk Szilvásváradon közben, így néhány óra késéssel csak ide értünk. Meg szakadt az eső reggel, aztán indultunk el. De hát akkor gyerünk akkor a Putloki vonalra. Jaluttuk magunkat, megregeliztünk. Igen, megregeliztünk, amikor megvártuk, még eláll az eső, aztán jöttünk. Úgyhogy valószínűleg sátáig nem jutunk el, csak neki és ennyik. Meglátjuk meg. De meglátjuk, hát megyünk, aztán majd
Jutunk, amelyre jutunk. Maximum visszajövünk, már vissza kell jönni. Igen, majd ott az év után lesz érdekes, hogy ott mennyire tisztább a pálya, mint két éve, mikor itt jártunk. Igen, azóta itt már takarítják. Az neki is ennyi előtt. Igen. Ott volt olyan, hogy az erdő keresztül kellett menni. Igen. Itt egy másfél méter magas fűtisztáson. Ha most átmennénk, akkor eláznánk, mint a kutya. Azt tudom. Hát az biztos. De akkor száraz idő volt, ugye. 9. Diósgyő 1909, és ezek már itt a szésinek. Hát az nem 89, az 09, egyetem. Hát ezek a 34 kilós szésinek. Hát ugye a puttok egy ilyen van végig. Igen, a térvilágítás, az legalább új. Itt van a Szilvásvárad. Útátjáró jelző is megvan is. Na itt viszont biztos, hogy dolgoztak a pályán, ez látszik, hogy itt sokkal nagyobb gaz volt végen. Tényleg, itt. Itt már gaz volt. És itt még a kihúzóvágány, az megvan a gazba. És hát innen már nagy visnyó fele megyünk. Az még 5 kilométer. Hát itt tovább. Itt is látszik, hogy sokkal tisztább. Igen, hát nem, sokkal tisztább. Csak két évvel ezelőtti felvételt kellene megnézni, vagy az akkori videóban, de én úgy emlékszem, itt mentünk le az úton, mert itt nem tudtunk átmenni, akkor a gaz volt. És az gyönyörűen szépen finom takarító. Járható. Hát igen, és hát ennyi. Nem? Szerintem itt már megvolt a gaz akkor, és itt mentünk le ezen az úton. Jól mondod. Mert itt bal oldalt nagy sár, meg víz volt itt. Igen. Bizony. És lementünk, és ott mentünk sokáig. Aztán megint annyira gaz volt, hogy át kellett menni a másik oldalra később. És aztán mentünk be az erdőbe. Hát már jóval később, igen, de... Igen, ott neki Ézsainnél. De már itt döbbenet volt. De már itt látszik, hogy azért van eredmény annak, hogy takarították. És itt van a bejárati jelz. Amit amikor legutóbb erre jártunk, nem láttunk, mert akkor annyira benőtte a gaz. És itt viszont simán járható, ameddig a szem ellát. Szép munkas rácok. Igen, az biztos. Ez nem kis munka volt. Szép volt, srácok. Hát igen, némi nemű ágyazat hiányzik. Szilvásváradi viadukt. Ja. És a háttérben meg már látszik az előjelző is. Addig biztos még ki van pucolva. Mehetünk is tovább. És Szilvásváradnak az előjelzője. Errefele megyünk tovább a kitakarított pályán. Ja, igen, az a kilátó, amit tegnap is néztünk, az ott van. Millenumi. Igen. Igen. Hát a környék az nagyon jó. Tehát itt nagy visnyó is simán járhatna a vonat. Tehát ezen a szakaszon. Ennél az átjárónál másztunk vissza a gazba, még két éve. És ugye errefele tovább. És már csak 4 kilométer nagy visnyó. 371 szelvény, itt már azért van egy pár ülszelvény bekilógó, de ezek vékonyak. Ettől még simán lehet haladni. Na, ott van 371 szelvény, de egyébként ahhoz képest, ami két éve volt, simán járható. Mindjárt beérünk Nagy Visnyóra. Szerintek 372-es átjáró, és itt el van kerítve. Szerintek két éve ez még nem volt itt. Hát itt az átjáró, egyébként lehet tovább menni. Nem villanypásztor, csak valami elkerítették, és valószínűleg eddig lett kipucolva. Na, mindegy, megyünk tovább, aztán majd látjuk, hogy milyen a többi. És itt már kicsit rosszabbodott a helyzet. És akkor mindjárt megnézzük, előttünk mi van. Hát, itt viszont már egyre nagyobb a gaz. Kimegyünk ide a földútra. És itt vagyunk Nagy Visnyónak a belterületén, ahol már tényleg lassan nyomokba tartom az oskodást. Hát itt ráholták a földet szépen. És hát innen már nem is látszanak ki a sinek, de megvannak. Itt volt egészen egy belvíz probléma állítólag, és az okozta ezt. Ja, akkor azért hordta rá ezt a rengeteg földet. Igen, és ez súlyosbodott azóta. Töltődött a természet. Hát itt már ki kéne ásni a vágányokat. Itt ki kellene, igen. Itt konkrétan itt már ki kéne ásni. Egy kotrugit megoldaná. Ez egy kis imán, hát ezt még kézi szelszámokkal is ki lehetne innen pucolni néhány nap alatt. Legalább úgy, hogy a sinen lehessen közlekedni. Hát úgy, igen, úgy ki lehetne. Na megvan a távíró, ez is. Csak már nem igazán van az oszlopon. Hát nem.
De még működik, hát ez meg már nagy visnyú. Hát... ez lejött onnan. Itt meg ilyen... viszont itt is gazolták a sineket, az látszik. Igen. De területen azért megcsinálják. Többé kevésbé, igen. És hát mindjárt itt lesz az állomás, nagyjából ott a kanyar után már ott lesz. És ez még mindig nagy visnyó, itt van egy régi ölhely, még a mávos kerítése is megvan. Hát látszik, hogy felújítottam. Valaki megvásárolta. Itt egy átenesz valami, azért csatorna felett. Nekem meg labirintkort látok is. Hogy van Csermeny patakot írtál be, hogy ez az? Hát lehet, hogy ez az, hát nem tudom. Meg kell menni. Hát majd megnézzük. És hát arra felé megy tovább, ott van a fénysorompós átjáró, az előjelzőjét, azt láttuk. És itt van valaki. Aha. Az átjárónál. És még nincs térlátás. És utána az átjárónál, utána van az állomás. 400-as szelvényben a fénysorompós átjáró. És hát valószínűleg még működik, mert két éve ez még működött. Na, villog. Na, mindjárt megnézzük. De igen, működik. Villogja a fehéret. És ez már nagy visnyú állomás, itt volt előttünk a két vágány, mert három vágányos állomás volt, a mellékvágányokat már felszedték. Maga az állomás épület pedig most itt panzióként működik. De szépen felújították. És hát itt van a pálya tovább, hát itt tovább nem volt pucolva. Bár itt még annyira nem is volt rossz, ezen végig tudtunk menni. De attól még a térvilágítás is megvan. Hát majd látjátok, hogy itt már azért vágánytengelyben nőttek ki azok, viszont itt állunk az egykori peronon. Hát add fele, van tovább a pálya, ne kézseny fele. És itt van a felvételi épület. Hát igen, ez a toldás, ez már hozzáépítés volt. De a panzióként működik. Meg ugye ez a külső része, ami nem volt az állomás tartozéka. De igen, nagyon szépen megcsinálták. Hát a vasúti jellegzetességeit így elvesztette ez az újravakolással minden, de legalább megmaradt. És ismét szívás várunk. Végül csak nagy visnyóig mentünk, és ide busszal visszajöttünk, aztán majd a vonattal megyünk Pestig. Ezzel a busszal még most fog indulni. Ezzel jöttünk vissza nagy visnyóról. Ez egy neoplán. Ez szép buszok nagyon. Na ezt nézzétek, visszajutottunk az állomásra. Tényleg meg itt Szilvásváron szavajtom, hogy hát most már így szakad az eső, de már ide jöttünk, már várjuk a vonatot. Hát mert menet közben meggondoltuk magunkat, hogy nem mentünk el, ez a sátáig nagy visnyónál visszafordultunk. És hát mi milyen jól tettük, mert most itt lennénk a nyílt vonalon, amikor ez elkapott volna minket. Hát gyakorlatilag teljesen szarráztunk volna, mire eljutunk már bárhova is. Nem is az, hogy busz magad, meg valami, a bárhova, ami fedett helyen van. Hát most ez van, még egy fél óra körülbelül a vonatig, de itt legalább már nem állunk. De most nagyon rákezdett. Ezt nézzétek. Úgyhogy ez lesz itt az átszó, mert most sikerült nagy visnyóig bejárni, az állapotokat láttátok a videóban, majd legközelebb onnan folytatjuk. Megpróbálunk sátáig elmenni. Ez ennyi. Ez sziasztok. Ez most itt vége.